Petőfi forog a sírjában. Kegyetlenül rossz lett az új Petőfi film. Ilyen és ehhez hasonló szalagcímekkel találkozhatnak. Azok a szabad bölcsészek, akik több különböző forrásból tájékozódnak. Na kezdjük! Ezt a videót nem skripteltem ki, nem írtam meg előre, nem jegyzeteltem úgy, ahogy van most csak a nyers, csupasz, pucérre, vegy tiszta reakciómat fogod látni azokra a Nevezzük őket sajtótermékeknek, azokra a sajtótermékekre, amelyek vagy akik úgy döntöttek, hogy szemlézik az új Petőfi filmet. Na már most azért is vagyok itthon így pongyolában, otthonkában, mert ezt most itt saját körülmények között, saját gyártásban rögzítem ezt a videót, és nem a stúdióban, illetve ami még szintén fontos, hogy azért tűnik úgy, hogy egy ASMR videót csinálok, és suttogva beszélek időközönként, mert a szomszédok és a többiek amúgy normális emberek ilyenkor már alszanak nálam pedig este, negyed tizenkettő van, úgyhogy kérlek értékeld egy feliratkozással, egy lájkkal like és egy nagyon-nagyon pozitív, dicsérő kommenttel azt, hogy én ezt a videót 4:12-kor éjjel rögzítem, és mire te már látod, valószínűleg ezt az éjjel folyamán vágtam meg. Köszönöm, ha megnyomsz egy feliratkozást, az nekem nagy segítség. Na de, ugye láttuk az új Petőfi filmet, hogyha valaki látta, nagyon örülök, bár az IMDB alapján én úgy, ta úgy tapasztaltam, hogy legalább 2500 ember látta már a premiért, ami azért elég komoly dolog, mert hogy hát ugye ennyien szavaztak, de ne rohanjunk ennyire előre. Mi történik most? A haladó sajtóban gyakorlatilag csupa olyan hírek jelennek meg, amelyek szerint az új Petőfi film moslék szar szutyok szemét, legdrágább, legrosszabb, legalja kariptenger, bocsánat, magyar karibtenger kalózai. És itt most nézd el nekem, hogyha ha ide pillangatok néha, és picit megakad a, szavam, inkább így mondom, mert itt rengeteg hírrel találkozom, ami, amit így, így fel kell most dolgoznom, fel kell fogni az agyamnak. És akkor figyeld, ilyen címek jelennek meg, most olvasom őket. Cinematrix, Petőfia, forradalmi gyalogkakuk. Megnéztük minden idők legdrágább magyar filmét. Forradalmi gyalogkakuk. Telex. Oda is elviszik Erdélyben a Petőfi filmet, ahol még mozi sincs. Erdély az nem simán vidék, az annyira vidék, hogy nem, hogy internet, még mozi sincs. A, a, a vetítést is úgy oldják meg, hogy jó valaki, és egy ilyen varrógéppel tudod pedálozza a, a, tekerős filmet. Istenem, de alja. Menjünk tovább. RTL. Fullba nyomják. Megnéztük Rákai Filip Petőfi filmét, minden idők legdrágább magyar produkciót. Nem, nem ez minden idők legdrágább magyar produkció, de erre is ki fogok még térni. Illetve menjünk tovább, válasz online. Rákai Filip megcsinálta a Magyar karibtenger tenger kalózait, ezt a Stumf András írta. Jó, neki elnézzük. Azért nézem el Stumfandrásnak, mert ő képtelen bárminek is örülni, ami nem ő. Stumfandrása a megtestesült én. HVG is írja, hogy Rákai Filipék semmit nem értettek meg a forradalomból, hiába forgattak 6 milliárdos filmet róla. Hát hogyan is érthették volna meg a forradalmat, hiszen, hiszen hát mi itt mocskos ellenforradalmárok vagyunk, hát persze, hogy nem értjük a forradalmat. Azon gondolkodom, hogy én lehet, hogy tévedek, de őszintén, tehát, hogy ha valaki úgy érzi, akkor ezt kommentben írja meg nekem, vagy, vagy nem tudom, de nem magyar színészek játszanak ebben a filmben. Már mind csak úgy kérdezem, tehát, hogy ezzel nem a magyar színészeket támogatjuk? Vagy, vagy hogy van ez most? Magyar díszletesek, jelmeztervezők, magyar emberek, és azért Akárhogy is nézzük, a filmiparban azért sok pénz van. Ne csináljunk úgy, mintha Rákai Filip megkapta volna most ezt a, ezt a 6 milliárd forintot, és akkor így betette a zsebébe, majd a másikból kihúzott egy ilyen filmet, és így odahányta a vászonra. Nem fogok most a filmnek a, a mienségéről beszélni, nem fogok filmkritikát készíteni róla, mert ahhoz egyrészt nincs elég időnk, másrészt pedig azért, hogy mondjam, ez nem az én műfajom, annak ellenére, hogy szeretem a filmeket, és ezért szabadidőmben eléggé, hogy is mondjam, aktívan kockulok, már ha ezt lehet aktivizálni. Egy szép napon talán még gaming csatornám is lesz, de tegyük ezt most félre most beszélj magáról a filmről. És nézem itt a híreket továbbra is, hogy, hogy mint kicsit olyan, olyan érzést keltenek bennem ezek a szalagcímek, címek, aztán nem látod, de itt van előttem a laptop, olyan érzést keltenek bennem, mint a, a, nem akarom őket ilyen jelzővel illetni, mert ez nagyon csúnya dolog, nem mondok olyat, hogy nemzet ellenes ellenzék, mondjuk úgy inkább, hogy a kritikus sajtó, ellenzéki sajtó, ki hogy hívja, a független objektív sajtó, ezt már az unalomig ismételgettük a fos, mint hogyha nem lett volna egy olyan független objektív újságíró sem, aki úgy nézte volna meg ezt a filmet, hogy neki ez tetszik. Tehát, hogy egyikőjüknek sem tetszett ez a film valamilyen oknál fogva, és nem érted meg, hogy ennek mi az oka. Vagy lehet, hogy volt, akinek tetszett, csak az ugye nem írhatta le, vagy Én tényleg ezeket most csak kérdezem, mert nem tudhatom. De a Balfake News-t ajánlom nektek, látjátok is, hogy hogy van kírva a News, mert eléggé jól összeszedték itt a híreket, amik megjelentek, és, és érdekes, tetszenek ezek a gondolatok, amiket itt a fiúk összedobtak, Az egyik legfontosabb, a 444. Figyelj, vannak iskolák, ahol kötelező program a most vagy soha, tehát a tetőfi film. Na már most, én lehet, hogy tévedek. Lehet, hogy rosszul tudom. De minthogyha. Ezek az emberek lettek volna azok, akik folyamatosan azért kampányoltak, hogy a tanárok egyedül dönthessenek arról, hogy hogyan tanítanak. Na most, hogyha van olyan tanár, aki úgy dönt, hogy hogyan tanít, akkor jogában áll le ezen elvek szerint megnézetni a gyerekekkel a Petőfi filmet. Mert amúgy erre is ki fogok térni, erre a kultúrharcra, hogy ez hogyan is néz ki a gyakorlatban, de nekem ez azért hogy mondjam, szívmelegető, hogy végre a magyar filmek az nem a Tibi vagyok és hódítani akarok, meg a megdönteni hajnal témát, meg ezekből a, ezekből a szánalmas német mintára készült produkciókból állnak. És az a baj, hogy politikailag ezeket a filmeket mintha bekategorizálnák az emberek, és te, te már nem tudod úgy megnézni ezt a filmet, hogy élvezd, mert már azt látod, még odáig el sem jutottál, hogy megnézd a filmet, de már tudod, hogy mit kell róla gondolnod. És nem úgy írják meg ezeket a cikkeket ám, hogy, hogy megnéztük és elmondjuk a véleményünket, hanem pac megmondják már a címben, hogy még aki görget a Facebookon, az is lesz, mit kell róla gondolni. A, a cikkben figyelj, kedvencem, itt szintén a Balfék News össze, ha az ön gyerekét is kötelezően elvitték a moziba, írjon a, megírom, kuk... Igen, ja, hát persze, majd elfelejtettem. Ez a baj annak, hogy az a baj, hogy nem jegyzetelem ki a gondolataim, mert, mert rengeteg van, és ezért is hadarok, mert mindent el akarok mondani, akkor így össze-vissza ugrálok, a, meg csapongok. Na, de menjünk tovább. Szóval ugye írjatok a 444-nek, hogyha írjon, hogyha az ön gyerekét is kötelezően elvitték a moziba. Tudod, hogy, hogy mi az, amikor nem kell írni a 444-nek, hogyha a gyerekeddel kötelezően csinálnak valamit? Hogyha NGO-k közismertebb nevükön civil szervezetek, még közismertebb nevükön a soros szervezetek, bemennek az iskolába és tanítanak nekik ezt-azt. Mert hát ugye, ugye már, miért is kellene azzal foglalkozni, kit érdekel, hogy holmi nem tudom kicsodák, most kattinkatok, holmi nem tudom kicsodák, bemennek különböző iskolákba, és akkor itt most elkezdenek magyarázni gyerekednek. Arra nem kell szólni, de hogy ha és amennyiben. A gyerekedet elvitte a tanár szabad döntése jogán, mert ugye ezért el a moziba megnézni egy úgymond történelmi filmet, amit uram bocsáj, kormánypárti ember készített, vagy legalábbis nagy részt köze van hozzá, akkor az fúj, gonosz, patás ördög, Rákai Filip ezen eddig sem mindig is tehetségtelen volt, soha nem is volt jó, alkalmatlan volt mindenre, pűj, haladjunk tovább. Itt szintén a balfék nyúzom, most nem akarok úgy tűni, hogy én a, a, a gondolatait szerem elő, és ezeket befogom vissza, de tényleg tök jól összeszedték. Itt leírják azt, hogy a, bemutatják azt, hogy, a, hogy kötelezően meg elvitték, elrángatták a gyereket ugye a moziba, írjál a 444-nek, viszont amikor a gyerekeket tüntetni vitték ki, akkor az valahogy nem volt probléma. Tüntetni mehettél, mert ugye ez egy tök pozitív dolog, de a moziba elvittek, az egy nagyon csúnya. Tehát egy hallatlan skandalum. akkor Törlej Katalin kommunista dalokat énekeltetett a tüntetőkkel, az jó volt. De amikor amikor moziba viszik megnézni Petőfi, hát nem jó. Független attól, hogy a tanárnak milyen a politikai beállítottsága, mert lehet, hogy neki ez a film anélkül is tetszett volna, hogy a 444-en elolvasta volna, hogy szeretnél kell. És megyünk tovább, mert van itt még sok érdekesség. Hát ugye, itt most válogathatunk a különböző hírek között, itt van egy pár megnyitva nálam. És az szintén egy érdekes gondolat, vagy szintén egy érdekes kérdés, hogy itt vannak ugye ezek a, ezek a filmek, amik a nemzeti öntudatot erősítik. Én például kimondottan élveztem a blokád című filmet, azt is nagyon lehúzta az ellenzéki, bocsánat, a, ah, elnézést, a független sajtó. És az volt, hogy meg az elkurtuk, hát az, az külön egy teljesen másikat. Hát a főni nevét, azt szádra neved hiába, vagy hiába szádra neved, és ezt meg is kapták a magukét. Még a színészek is, akik szerepeltek benne pénzért, tehát hogy ugye a munkájukat végezték színészek, eljátszottak valakit, akik nem ők. Nagyon sok konzervatív ismerősömtől hallom, hogy, hogy a jobb oldal Magyarországon is amúgy mennyire erős, Európában is erősödik, stb. stb. És én ennek örülök. Valóban erős, valóban nyerjük a konzervatív nemzeti oldalként a választásokat, bár én azt mondom, az európai konzervatívokkal én azért óvatoskodnék, mert ami Svédországban konzervatív, az nálunk valószínűleg az MSP ilyen, ilyen alpártja, vagy ilyen lába lehetne, vagy ami Portugáliában, ami Olaszországban konzervatív, az mást jelent nálunk, de nem akarok ebbe belemenni. Menjünk tovább. A kultúrharc bármennyire is fáj, ez nem a szavazófülkében fog eldönni, Nem is a híradóban, vagy a különböző politikai hírműsorokban. Lehet akármit csinálni. Mondhatjuk, hogy mennyi a GDP, meg ilyenek, de hogyha egy fiatal számára cikivé teszünk valamit, például azt, hogy ő magyar, a nemzetiségét, akkor ő abban a tudatban fog felnőni, hogy ez ciki. És ezek a filmek, ezek azt erősítik, hogy a te kultúrád, a te identitásod, a magyar identitás, az az valami olyasmi, amire te büszke lehetsz, és nemhogy lehetsz, legyél is. Nézzük meg Amerikában, mi történt. Gondoljunk vissza, 20 évvel ezelőtt Amerika egy büszke amerikai volt. Most, hogy ezzel egyetértünk, vagy nem, az teljesen másik dolog, de Amerika egy ilyen büszke amerikai, és mindenki mondta, hogy én büszke amerikai vagyok, és minden amerikai zászló, ez a nemzeti patriotizmus, ugyanazt jelenti mindegy, ez mindenhol így virágzott. És kb. 20 év alatt sikerült egy olyan degenerációt kiépíteniük, akik gyűlölik a hazájukat, a nemzetüket és a saját zászlajukat égetik, mert elhitették velük, hogy, hogy amit ők tettek, az ő őseik, bocsánat, a módban, az valami szörnyű volt, és ettől függetlenül ők nem lehetnek büszkék a nemzetükre is. Az, hogy ez ilyen filmeket tönkreteszik, meg lehúzzák, meg ilyenek, azzal azt erősítik, hogy, hogy te, aki ezt nézette, hogy még eszedben ne jusson, ha te megnézed, akkor az osztályodból az a három-négy vad liberális, liberáltálib, akkor azt erősítik, hogy az osztályodból ezek a liberáltálibok ne keressenek, és kicikízenek téged, amiért te megmertél nézni egy nemzeti érzelmű filmet. Lásd blokád, lásd az elkurtuk. És itt ér be a kultúrharc, mert nem azt akarják, hogy, hogy, ezek, hogy is mondjam, hogy, hogy te önállóan dönts kritikus gondolkodással, hanem azt akarják, hogy te ne is akard ezeket megnézni, legyen ciki neked ez, mert ezzel eltávolítanak téged az információtól. Nem akarok ebbe belemenni, ez teljesen másik téma, de szerintetek Lengyelországban, vagy szerinted Lengyelországban mi az oka annak, hogy kivették a tantervből, bátorít meg a 1956-os forradalmunkat. Miért nem tanítják ezt a lengyel? Miért nem akarják, hogy a lengyel gyerekek tudjanak ezekről? És ami a legaljasabb, a legundorítóbb, a leggusztustalanabb. Láttad, milyen címek jelentek meg? Láttad, milyen szalagcímek jöttek ki? Majd megírja, van pofája, és most azért nézek ide, mert keresem, van pofája megírni a HVG-nek, nem a HVG-én kérek elnézést, a... <laughs> ilyen a világon nincs, elképesztő. A szeretlek Magyarország, hallgasd, Szeretlek szeretlekmagyarország.hu nevű, nem 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 hírportálnak nevezni, megírja, hogy 1,2 ponton áll jelenleg a Petőfi film az IMDb-n, pedig még csak ma van a bemutató napja. Ez most, ez most komoly? Tehát most, most, most tényleg a beled kifordulattól itt fogják és le, lemerik írni, hogy 1,2 ponton áll. Én esküszöm neked, hogy látom azt, hogy még vigyorogva is írták ezt le. Tehát leírják, hogy 1,2 ponton áll a film, pedig ma van a bemutató napja, és akkor, és akkor azt gondolod, hogy ez a képmutatásnak a legutolsó szintje, az, 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 a, az a szint, ami alá már nem mehet be az ember. És én, én így irigykedve nézem azt a rinocéros bört, amikor ezt a fajta propagandát képesek röhögés, vagy legalább egy emoji, egy smiley nélkül leírni, ezt már nincs is, hogy folyamatosan a teljes ellenzéki sajtó lehúzza az egész filmet, és hát ők persze nem kérték, hogy szavazzák le az IMDb-n, hát miért is kérték volna, ugyan már, de hát az, hogy, hogy itt megnéztem az IMDb-n a Petőfi filmet, 2000, 2500 negatív szavazat érkezett, meg is keresem, várjál és figyeld, nézem a szavazás arányát, 168 ember adott rá 10 pontot, teljesen jó, ez, ez egy reális szám, ki, és 2500 ember, hát ennyien nem, tehát teljességgel kizárt, hogy ennyien lássák ezt a filmet. 2500 ember fogta és adott rá egy csillagot. És emlékezzünk csak vissza, amikor a kis amikor a kis lehúzták hasonló politikai okok miatt a filmet, úgyhogy még nem is látták, akkor az IMDB fogta és kihasznál, kialakított egy ilyen, ilyen, korrekciót, hogy, hogy levonták vagy törölték azokat az értékeléseket, amelyek azokból az országokból származnak, ahol a filmet még nem láthatták. Kérdem én, vajon az IMDB itt is le fogja venni az értékelést azoknál, ahol gyanúsak voltak a szavazat körülmény, vagy egyszerre hirtelen nagy tömegű szavazat érkezett be erre a filmre. Itt is vajon le fogják ezt törölni, és meghagyják csak azokat, akik úgymond normálisan szavaztak, mert hogyha a kis hablánynál ezt meg tudták tenni, akkor itt is. De miért is tennék meg, honnan tudnának erről, mert senki nem mondja el nekik. És most én, én nem arra kérlek, hogy, hogy szavaz, vagy hogyha láttál a filmet, akkor nyugodtan szavaz, tehát, hogy nem, nem, is ezt mondom, szavaz, adj rá ötöt, adj rá nyolcat, tizet, hetet, hármat, ahogy ezt te érzed. Én nem azt mondom, hogy te erre most menj oda és kattints a tízesre pusztán hobbiból, de az IMDB nem fogja törölni az egysillagos válaszokat, hogyha nem tudatjuk velük, és ahelyett, hogy a szavazásra búzdítalak, annak ellenére, hogy én biztosan fogok szavazni, és biztosan megadom rá legalább a kilenc pontot, legalább azért, mert én ezt így értékelem ezt a filmet, és, és mindenkinek a saját lelki ismeretére bizony, hogy ki hogy dönt, de mi lenne, hogyha felhívnánk az IMDB figyelmét arra, hogy, hogy itt csalás történt, itt politikai hetsz történt, mert nagyon-nagyon fáj szívem, és megint csak most a picit most a jobb oldal felé is fogok szúrni, mert, mert én azt látom, hogy rengeteg kiváló újságíró van a nemzeti oldalon, rengeteg sajtótermék, rengeteg jó hírműsor, ahol tud az ember informálódni, viszont én azt érzem, hogy a kultúrharcban Ilyen szinten nem, vagy csak nagyon kevesen veszünk részt. Nagyon kevesen vagyunk jelen abban a térben, ahol a kultúrharc valóban zajlik. Úgyhogy betettem a leírásba egy linket. Ez a link, ez arról szól, hogy te hogyan tudsz az IMDB-nek levelet küldeni. Rányomsz egy regisztrációra, hogyha Google alapú e-mail címed van, akkor simán tudsz Google alapon regisztrálni. Beléptél oda. Én most arra kérlek téged, nem szoktam ilyet csinálni, de ez itt már vért kívánt. Tehát, hogy, hogy kérlek téged, hogy írj az IMDB-nek, írj te is azért, hogy ez a film, ez nem valós kritikákat, kapott. Nem azért van 1,1 ponton, vagy csillagon, vagy százalékon, vagy nem tudom, értékelésen, mert ez ennyire rossz lenne. Az azért van, mert az ellenzéki sajtó az tömegesen, tehát szőnyekbombázás szerűen lehúzta ezt. És írd meg nekik azt, hogy, hogy vizsgálják felül az értékeléseket. És tudom azt, hogy egyedül én, én kevés vagyok. Tehát még hogyha rányomok arra a 10 pontra és a maximumra, akkor is kevés vagyok egyedül. És az a baj, hogy a megint csak erről beszélek, hogy a hogy a nemzeti oldalon, a konzervatív oldalon túl keveset veszünk részt, vagy túl kevesen vállalunk szerepet az igazi kultúrharcban. Abban a kultúrharcban, ami ami nem a, a tévében, meg a hírműsorokban, és nem is a fülkében zajlik, hanem abban a fajta kultúraváltásban, amiről annak idején már Kiza is beszélt. Mert itt nem a választást akarják megnyerni ezek az emberek, itt a, a, az egész harca a kultúránkért folyik. Úgyhogy ha meg tudod tenni azt, hogy legalább egy pár sort írsz az AMDB-nek, akkor talán tudunk valamit változtatni. Mert szerintem egységben azért erő vagyunk. Na úgyhogy ezzel búcsúzom, és köszönöm, hogy feliratkoztál a csatornámra, azt meg pláne köszönöm, hogyha most iratkozol fel. És ami a videóból kimaradt az elejéről, az, hogy a közönség találkozó, ami a múlt héten volt, múlt hétvégén pénteken, az fantasztikusra sikerült. Én nem hittem, hogy ennyien eljöttök, és egy teljesen, egy teljesen ilyen, ilyen frenetikus élmény volt az, hogy, hogy minden korosztály képviseltette magát, szerintem ilyen 15-től egészen a, a 75-ig mindenki volt ott, és ez azért érdekes, mert a, a PS-ről is hívtam embereket, a pestisrácok.hu-ról, a YouTube csatornámról, többiek is hívtak, a többi meghívott vendég, és teljesen jó volt látni azt, hogy ez úgy divers közösség, mondhatjuk ezzel, ezzel a szóval, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttetek, és ez kimaradt, mert ez a legfontosabb hír, hogy Emilia, visszatért. Viszont a Ferrari csatorna helyett a hashtag konzervatív csatornán folytatjuk, és ott találkozhatok a mi műsorunkkal, illetve még egy csomó érdekes más műsorral, oda is iratkozatok fel, azt is betettem a leírásba, nézzétek meg, illetve ami még szintén fontos, hogy de ezt már elmondtam, elmondom újra, iratkozz fel, és létszik, küldj egy e-mailt az IMDB-nek. Köszi, ne cseh.